Üdvözlöm Önöket! A városok rohamos terjeszkedésének egyik következménye, hogy egyre kevesebb lesz a mezőgazdasági terület. A kevesebb termőföld pedig az élelem mennyiségi csökkenéséhez vezet. Most következő 3 perces riportunk erre a problémára hívja fel a figyelmet. Az embernek élnie kell valahol, de nem mindegy, hogy milyen áron. Az urbanizáció terjedésével egyre több területet borít cement és aszfalt, hogy megfelelő alapot biztosítsanak a lakóházaknak. Azonban egy nagyon értékes kincstől, a termőföldtől fosztjuk meg így saját magunkat. Soil sealing happens when you... Amikor egy területet aszfaltozunk, a termőföldet zárjuk el. Persze a betonozásra nagy szükség van, hiszen az épületek és az utak kiépítéséhez stabil, egyenletes felületre van szükség. Azonban ez együtt jár azzal is, hogy értékes földet veszítünk. Important soil functions, above all soil fertility. Pedig a termőföld az élet alapja. Az egyik legfontosabb forrásunk, ezért törődnünk kell állapotával. Igazság szerint a termőföld több célt is szolgál. Nem csak a mezőgazdaság számára fontos, de a vízelvezetésben is nagy szerepet játszik, és megakadályozza az árvizek kialakulását. Sőt, még a klímaváltozás elleni küzdelemben is kulcs szerepe van, mivel nagy mennyiségben tud tárolni széndioxidot. A termőföld tehát az egyik legnagyobb természetes kincsünk. Ha azonban védelmére nem figyelünk eléggé, annak súlyos következményei lehetnek. Ha a termőföldet elzárják, a víz nem tud áthaladni rajta, így a sűrűn betonozott területeken a csatornarendszerek gyakran válnak telítetté. Mindezek ellenére azonban úgy tűnik, a városi terjeszkedést nem lehet megállítani. Az elmúlt 16 év során minden évben egy akkora területet építettek be Európa szerte, mint Berlin városa. A nagyvárosok terjeszkedése rengeteg természetes területet nyel el, sokszor azonban teljesen feleslegesen. Ez a terület itt a pármai körzetben az élelmiszertermelés központja. Itt a földpazarlásnak egy másik példáját is láthatjuk. Ezeket az elhagyott épületeket ugyanis soha nem használták. Konkrét példák arra, hogy az urbanizáció milyen hatással lehet az élelmiszertermelésre. Ezt a területet például nem építették be, de nem is művelték meg. A helyzet természetesen más európai országokban is hasonló. A dolog súlyosságát pedig nem érezzük át, mert a nemzetközi piacról bármit beszerezhetünk. Hozhatunk szójababot Brazíliából, búzát pedig Kanadából és Argentinából. De vajon meddig még? A kérdés sajnos jogos, ugyan a kertes lakóövezetek térnyerése egy pozitív változást jelent, a termőföldveszteség problémájára ez sem jelent megoldást. Pedig talán még nem késő cselekedni annak érdekében, hogy évtizedek múlva is teremjen az emberiség ellátására elegendő gabona a földeken. A talaj a földi élet alapja, hiszen a növényeket és rajtuk keresztül az állatokat, embereket is ellátja tápanyaggal. Kötelességünk vigyázni rá. Pár perces mini magazinjainkkal folyamatosan találkozhatnak itt az Ozone Networkön. Nézzenek minket, Ozone GPS. Irányt mutatunk.